Mint azt a Jászhegykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól megtudtuk, a vármegye székhely hivatásos tűzoltója a fürdőszobában működő átfolyós vízmelegítő környezetében már az elsődleges felderítés során is magas koncentrációban mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet. A szolnoki hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve azonnal szénmonoxidra gyanakodtak, és a fürdőszobában lévő gázüzemű vízmelegítő környezetében műszeres méréseket végeztek, és igen magas koncentrációban mutatták ki a halálos gázt. A tűzoltók mindezeken felül a lakást környező ingatlanjaiban is méréseket végeztek, de ott szénmonoxidot már nem detektáltak. A házban élő három embert a mentőszolgálat munkatársai kivizsgálásra kórházba szállították. A lakásban nem volt szénmonoxid érzékelő, holott ezzel megelőzhető lett volna a mérgezés. A katasztrófavédelem hangsúlyozza, egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a lakásban tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést, és értesíthetik a tűzoltókat, valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szénmonoxid érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófavédelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.